Sziasztok! Én Szántó Péter vagyok, és a villámkérdéseknek egy ilyen speciális formátumát gondoltam, hogy visszahozom egy ilyen exkluzív alkalommal, ugyanis Barbalics Bencével beszélgetek, aki a Speedzon online autós magazinnak a főszerkesztője, és 11 évig előtte az RTL Klubnál volt szerkesztő, riporter, illetve az utolsó éveiben már az X-Faktornak volt a főszerkesztője. Szerintem nagyon érdekes az a sztori, ahogy ő megtalálta, hogy mivel szeretne foglalkozni, hogy mennyire játszanak fontos szerepet mondjuk a mentorok, vagy hogy éppen hova kerülünk, hogy a véletlen, a szerencse hogyan párosul a tudatossággal, és aztán, amikor megvan egy tapasztalat egy teljesen más platformon, ugye a tévébe, hogy tudjuk azt átültetni egy olyan online világba, ami tele van a trash és egyéb tartalmakkal, ugye, hogy egy tévés tapasztalattal profin fel tudtak építeni Bencéjék mára egy 220 ezer plusz, nemhogy csak feliratkozós, de egy aktív közönséget a Speedzonnal. Ezeket fogjuk átbeszélni nagyon jó tippek, trükkökkel, hogyha rezonálsz a témával, akkor mindenféleképpen nézd meg a végéig. Kezdhetnénk a gyermekkorodnál, és fogunk róla beszélni, de hogy jobban megismerjenek a többiek is, vegyük át azokat a főbb döntési pontokat, amik az életedben voltak, amúgy mehet ez is gyerekkorodtól egészen mostanáig, ami által kvázi azzá váltál, aki most vagy. Hát, ha ilyen döntéspontokról beszélünk, akkor az első ilyen komoly döntési pont az majd 21 évesen jön el, mert hogy a legelső ilyen pont az igazából azt gondolom, hogy nem, az még nem egy tudatos döntés volt, meg nem is az én döntésem volt. Ugye nekem édesapám filmproducer, úgyhogy én kvázi így bele születtem ebbe a világba, és édesapám már nagyjából ilyen egy-két éves koromtól kezdve vitt engem mindenféle forgatásokra, úgyhogy én gyakorlatilag szerintem pár évesen beleszerettem ebbe a világba, és azt nem mondom, hogy de mondjuk, mit tudom én, gimnáziumban már tudtam, hogy mindenképpen valami ilyesmivel szeretnék foglalkozni, az soha nem alakult ki bennem ilyen nagyon konkrétan, hogy én filmes szeretnék lenni, vagy én tévénél akarok dolgozni, vagy egyéb ilyen nagyon leszűkített dolog, de azt tudtam, hogy valahogy így a média, meg így ezek a dolgok, amik így érdekelnek, meg mondom, tényleg ebben nőttem bele, úgyhogy ebben éreztem komfortosan magam. Úgyhogy aztán a gimnázium után én akkoriban még, most nem beszélünk arról, hogy hány éves vagyok, nem mint hogyha zavarna, de hogy egyébként akkoriban még, hogyha a kommunikációt akartál tanulni, akkor csak a Kodolányin lehetett. És akkor is csak úgy, hogy valamilyen nyelvvel közösen vetted föl, és akkor még pesti szaka nem is volt a Kodolányinak, úgyhogy én Fehérvárra jelentkeztem a kommunikáció szakra, angol kommunikáció szakra. Igen, csak később lett pesti kampusza. Igen. Mondom, akkoriban, tehát tényleg ez volt az első olyan intézmény, ahol kommunikációt lehetett tanulni. És ez egy döntés, kvázi ez az első döntési pontot, hogy tök mindegy hol, ha vidékre kell menni, akkor vidéken, de te igen. Kommunikációt szeretnél. Igen, ez olyannyira egy ilyen komoly döntési pont volt, hogy édesapámék azt szerették volna, hogyha én ügyvéd leszek. Úgyhogy némi nyomás volt így a család részéről, hogy az első két helyen én az ELTE jogi karra, meg a Pázmányra jelentkeztem, és csak harmadiknak, de azt anyukám még tudta nélkül, de harmadiknak a Kodolányit jelöltem meg. Azt tudtam, hogy a Pázmányra nem fogok bekerülni, mert nem feltétlenül ugyanazokat a nézeteket vallom vallási oldalról mondjuk, mint amit a Pázmány szeret, úgyhogy amikor volt egy személyes elbeszélgetés, akkor azért hamar kiderült, hogy én nem úgy hiszek, vagy nem úgy vagyok vallásos, ahogy azt ők szeretnék, úgyhogy oda nem vettek föl, és egyébként az meg egy ilyen, hát az nem volt tudatos, de hogy az ELTE-re meg nem vettek föl, pár ponttal lemaradtam, úgyhogy mentem a Kodolányira. Tehát kvázi ez majdnem, hogy félig direkt, félig szerencséből, de pont oda jutottál, igen, amit te eldöntötted, hogy oké, kommunikáció, de miért volt benned az, hogy egyrészt oké, családi nyomás, de hogy miért tudtad azt, hogy te kommunikációt szeretnél tanulni? Mondom, talán azért, mert hogy nagyon fiatal koromtól kezdve édesapámmal nagyon sok forgatáson voltam, és nekem nagyon tetszett ennek az egésznek a világa, a milliója így magával ragadott, és igazából
Szeretek emberekkel foglalkozni, ugye azért ebben a szakmában az is egy nagyon fontos része, hogy az ember hogyan tud kommunikálni másokkal, hogyan tudja magát érvényesíteni, vagy hogyan tud a világ fele kommunikálni. Én úgy éreztem, hogy ebben valahol mindig, tehát hogy én könnyen megtaláltam a hangot mindig mindenkivel, úgyhogy igazából maga csak az a fajta világ, azt, tehát hogy én már akkor tudtam, hogy az, hogy én mondjuk jogot végezzek, és aztán napi 8 órában vagy 10 órában egy asztal mögött üljek, és passzusokat olvassak meg, magoljak, az nem az én világom. Én nem bírok sokáig egy helyben lenni. Én szeretek folyamatosan menni, csinálni valamit, hogyha éppen nem történik semmi körülöttem, akkor is csinál. Tehát, hogy akkor valaminek történnie kell, hogy tehát, hogy ezek a nagyon nyugodtan hétvégén otthon vagyunk. Mostanában már van, ahogy így öregszem, hogy akkor szükségem van arra, hogy... Te nehogy eláruld a korod, Igen. De hogy így mostanában azért már többször van, hogy a feleségemmel, meg a kutyával csak otthon vagyunk, és akkor így Netflixen chill, meg ilyenek, de hogy így nem láttam soha magam, vagy nem tudtam elképzelni soha magam abban, hogy majd én egy ilyen irodai munkát fogok végezni, vagy... Na de most ne ugorjunk még a Netflix korába se, meg még akkor pörgős voltál, és diplomatikusan fogalmazva azért szokták mondani, főleg az ilyen kommunikációs, marketing, média szakmában, hogy azért nem az egyetemen sajátítod el azt a tudást, ami kéne. Tehát egyrészt, hogy tudtad, hogy valami ilyesmivel szeretnél foglalkozni, amúgy az is egy jó megközelítés, hogy tudtad, hogy mivel nem, tehát nem passzusokat és nem a kommunikációnak, az ügyvédi érvelésnek a formáját akartad. Így visszagondolva most, hasznosítasz bármit az egyetemi évekből? A kapcsolatokon kívül semmit gyakorlatilag. Ez az. Tehát, hogy igen, tehát, hogy a kommunikáció akkoriban ugye még nem volt annyira elterjedt, de akkor is már sokan mondták azt, hogy a kommunikáció ilyen büfészak. Ugye ezt ma is szeretik mondani. Ez valahol igaz is, mert hogy mondjuk tényleg nem kell annyit tanulni, mondjuk, mint egy jogi egyetemen. A másik része meg, hogy igazából abban, amiben, tehát mondjuk, hogyha a televíziózásról beszélünk, mert ugye én tévés szakemberként végeztem a főiskolán, hát nem az iskolapadban tanultad meg azt, hogy mitől leszel jó szerkesztő, mitől leszel jó szakember, hanem azt az élet adja. És egyébként ehhez kapcsolódik a következő fontos döntés az életemben, ami meg 21 vagy 22 évesen volt, amikor gyakorlatra kellett jelentkezni a főiskolán, és édesapám egyébként akkoriban, vagy hát nem akkoriban, hanem előtte jó pár évvel az RTL-nek ő volt az első ilyen begyártója. A Pasikat, a Kölyök klubot, meg ezeket még édesapám még gyártották az RTL-nek, és jóba volt az akkori vezetőséggel, és amikor megkérdeztem apámat, hogy tud-e segíteni valami gyakorlatot intézni nekem, akkor felhívott egy-két embert, és akkor így bekerültem az RTL-be. Akkor még talán Találkozások volt a neve, de vagy akkoriban vált Reflektorrá. Ezt a Siver Takács László volt a vezetője, és oda kerültem be gyakorlatra 3 hónapra. És bekerültem, és nagyon hamar láttam azt, hogy ez nekem tetszik. Ott ugye én főleg, mert ugye angolul elég jól beszélek, mert hogy ugye angol kommunikáción végeztem, tehát angolul is elég sokat kellett foglalkozni. Amikor én bekerültem a Reflektorba, akkor nagyon hamar én a külföldről küldött anyagokkal kezdtem el foglalkozni, meg egy idő után a külföldi sztárokkal forgattam én, vagy sokukkal én forgattam. De még a gyakorlat idején ugye az főleg a hírszerkesztés, meg az ilyenek mentek, de én már akkor láttam azt, hogy ez nekem nagyon tetszik, és ezt nagyon szívesen csinálnám. És akkor eldöntöttem, hogy most ezt a 3 hónapot megtolom annyira, hogy tényleg éjjel-nappal bent vagyok az RTL-ben, amit lehet, azt próbálok megtanulni. Én, mit tudom, én 10-12 órát dolgoztam magában a szerkesztőségben, és akkor utána a szabad üres órákban, amikor tudtam, hogy mondjuk van még egy vágóidő este 10 órától, akkor bennmaradtam abban a vágóidőben, így magamnak megvágtam anyagokat, amiket aztán később megmutattam a főnökömnek, és akkor volt köztük olyan, ami
ami ő is annyira tartott annyira jónak, hogy aztán azok bekerültek adásba. Itt álljunk meg egy pillanatra, tehát 3 hónapos gyakornokságod volt, kimaxoltad, ott éltél, dolgoztál napi 12-14, akár 16 órát, és ez alatt az időszak alatt már a nyelvtudásodnak köszönhetően már ilyen durva sztárokkal csinálhattál interjút, vagy... A gyakornokság alatt még inkább csak más riporterek mellett elmehettem ilyen fordításokra. Ez is már óriási. Abszolút. De aztán, és akkor utána úgy volt, hogy a 3 hónap után én mondtam a főnökömnek, hogy ez nekem nagyon tetszik, én tök szívesen maradnék, hogyha van valami lehetőség, és akkor mondta, hogy hát jelen pillanatban most nincsen olyan hely, amit oda tudna adni, de ő is szimpatizált velem, úgyhogy ha lesz valami, akkor szól. Akkor szólni fog. És ez volt pénteken, és vasárnap este 8-kor megcsörrent a telefonom, hogy az egyik hírszerkesztő fölmondott, hogy akkor hétfő reggel tudnék-e kezdeni. És... így volt az, és ez volt az a döntés, amikor el kellett döntenem azt, hogy akkor fősuli, diploma, vagy megragadom ezt a lehetőséget, és elkezdek dolgozni. És akkor úgy voltam vele, hogy nem is azt mondom, hogy egy soha nem vissza nem térő alkalom, de akkor úgy döntöttem, hogy most vagyok benne ebben, most kell ütni a vasat, amíg meleg, úgyhogy én elkezdtem az RTL-nél dolgozni, és aztán 11 évet dolgoztam ott, és 13 év. Tehát 11 évig dolgoztam ott, és 13 évvel később diplomáztam végül le. Már nagyjából ki lehet kalkulálni, hogy hány éves lehet, úgyhogy nagyon vigyáznod kell. De nézzünk meg, hogy vannak-e pontok, mert ugye eljutottál az RTL-nél oda, hogy szerkesztő, felelős szerkesztő, sőt főszerkesztő is voltam az X-faktornak, ugye mielőtt eljöttél a végén. Igen. Voltak az RTL-en belül is döntési pontok, vagy kvázi, hogyha ugyanúgy tényleg beleadtad 110%-ban kitartó a munkádat, akkor ez így vitt előre? Én azt hiszem, hogy én iszonyatosan szerencsés helyzetben voltam, mert hogy én a gyakornokságomtól kezdve egészen addig a pontig, amíg el nem jöttem az RTL-től, nekem végig a Sivi volt a főnököm. És kvázi ilyen mentorod is? Abszolút mentorom is, rengeteget, tehát neki, tőle tanultam meg mindent, amit ma a szakmáról tudok, és rengeteget köszönhetek neki, részben azt is egyébként, hogy én aztán 11 év után föl mertem onnan állni, és elkezdtem csinálni a Speed Zone-t. Úgyhogy ilyen értelemben ő folyamatosan hitt bennem, meg látta a tehetségemet, úgyhogy ő folyamatosan mindig újabb és újabb kihívások elé állított. Tehát én elkezdtem dolgozni hírszerkesztőként a Reflektorban, aztán lettem szerkesztőriporter, akkor ott egy 2-3 évet szerkesztőriporterként dolgoztam, de közben már elkezdtem olyan nagyobb produkciókban riporterként dolgozni, mint a Szombatesti Láz, vagy a Csillag születik. És aztán, amikor megjött az X-faktor, akkor ugye évről évre ott is a ranglétrákat megmászva jutottam egyre följebb. De olyan túl sok tudatosság ilyen értelemben ebben a 11 évben nem volt. Én így mentem a flow-val. Tehát, hogy folyamatosan jöttek a kihívások, amiket így sikerült szerintem meglépni, és akkor ez így hozta magával azt, hogy lehetett egyre tovább. De a flow-ba kiemelném mindenféleképpen, hogy egy jó mentornak óriási szerepe lehet abban, hogyha még nem is tudjuk, hogy merre menjünk. Ő ott van és terel, és hogy mondtad, új kihívások elé állít, és megfogott az, amit mondtál, hogy az, hogy te felmertél állni, azt is sokban neki köszönheted, mert gondolom ez lesz egy következő döntési pont, hogy 11 év után azt mondtad, hogy ez a kvázi biztos világ, amiben már egy elég magas poziba jutottál, és te elkezded a Speed Zone-t, egy social media, YouTube csatorna, amikor a 10 pár éves hülye gyerekek és trashes vagy beauty csatornát indítanak, kvázi egy ilyen platformra átmész onnan, hogy az egyik legnézettebb műsornak vagy a főszerkesztője. Itt hogy hoztad meg ezt a döntést? Hogy alakult ez az egész? Ugye azt tudni kell, egyébként csak egy pillanatra visszakanyarodva az elejéhez, amit mondtál, hogy a mentor mennyire fontos, hogy ez olyannyira igaz, hogy a jelenkori RTL-nek a helyzetét nagyban az nehezíti meg, hogy gyakorlatilag a Süvin kívül nem nagyon volt olyan ember az RTL-nél, aki foglalkozott volna utánpótlás kinevelésével. És aztán ő kinevelt nagyon sok, nagyon jó szakembert, akiknek a 90%-a most már a TV2-nél dolgozik, pont azért, mert az RTL nem ismerte fel idejében azt, hogy mekkora kincs van a kezükben.
Tehát igen, ilyen értelemben egy mentor az nagyon-nagyon sokat tud változtatni. Még akkor is, hogyha csak egy emberről beszélgetünk, azért az van, hogy a mostani realityknek a legmeghatározóbb emberei, azok mind tőle kerültek ki, mármint most a szakemberi gárdáról beszélve. Ezt a döntést egyébként meghozni, nagyjából olyan 9 vagy 10 éve voltam az RTL-en, amikor azok közül az emberek közül, akik közé én is tartoztam, elkezdték kiemelni őket kreatív produceri szintre, ami ugye már nem az én főnökömnek, hanem az RTL-nek a kreatív producerének a döntése volt. És körülöttem már olyan embereket is átemeltek kreatív producerré, akik nem voltak ott olyan régóta, mint én, vagy adott esetben nem feltétlen tartottam őket olyan jónak, mint mások, és én valahogy mindig kimaradtam. Amit részben tudtam, hogy azért van, mert hogy én a kreatív producerrel olyan különösebben jó viszony nem ápoltam. Nem, mint a kreatív igazgató? Vagy a kreatív igazgató, igen, bocsánat, igen. Mert hogy én nem álltam be abba a sorba, aki akkor is bólogatott, amikor nem azt gondolta, tehát hogy nem ugyanazt gondoltuk, és hát nyilván ő sem kedvelt annyira engem, és mindig azt mondta, hogy elfelejtettem majd legközelebb. És akkor ez így elment egy év, és akkor a Sivi, akinek egyébként nagyon jó barátja a Vinyus, aki ugye alapította a Speedzont, és aki ugye sajnos tavaly decemberben hirtelen tragikussággal elhunyt, ők nagyon jó barátok voltak, és a Vinyus akkoriban tervezte a Speedzone-nak az indítását, és beszélgettek a Sivivel arról, hogy kéne neki egy jó szerkesztő, vagy egy főszerkesztő. És Sivi meg leültünk egyszer beszélgetni, és mondta, hogy figyú, hát te is látod nyilván, hogy ebben a helyzetben most így nagyon följebb már az RTL-nél a jelenlegi vezetés mellett nem fogsz tudni menni. Viszont ez meg egy olyan lehetőség, amiből nagyon sokat ki lehet majd még hozni. És akkor így összekötött minket a Vinyusra. Egyébként én már korábban a Szombatesti Láz meg Csillagszületik idején egy 4-5 évig dolgoztam együtt. Tehát mi ismertük egymást, barátok is voltunk már akkor is. De hogy így nem tudtam, hogy... Szóval nyilván, hogyha a Sivit részéről nincsen meg ez a push, hogy azt mondja, hogy lehet, hogy érdemes ezen elgondolkodni, akkor magamtól nehezenben hozom meg ezt a döntést, mert nyilván pont amit mondtál te is, hogy féltem sok esetben meghozni azt a döntést, hogy igen, itt ismernek, tudják, hogy mire vagyok képes, alapvetően egy elég kitaposott úton vagyok, tehát és akkor most mindent kvázi eldobni, mindazon úgy, hogy egyébként visszamenni nagyon nem tudsz, mert nem nagyon szoktak, tehát hogyha te döntesz úgy, hogy elmész, akkor nem feltétlen van az, hogy aztán később vissza tudsz menni. De aztán megvettem egy mély levegőt, és úgy voltam vele, hogy én is úgy láttam, hogy itt elértem mindent, amit el lehetett. Egy 8. X-faktort már nem volt kedvem csinálni, mert bár mindegyik műsor más, azért összességében mégis valahol nagyon hasonló. És akkor inkább belevágtam valami újba. Ez hányban volt? Ez 2016. 16-ban volt, tehát mondjuk egy 5 éve, nagy 4-5 éve volt. Leültetek, gondolom meg volt egy összhang, ez egy óriási döntési pont, és akkor elérünk kb. A jelenbe, hogy az, hogy te átültél a Speedzone-ba, mint főszerkesztő, és azóta is ott vagy, hogy értékeled ezt a döntést, mi történt ez alatt a 4-5 év alatt? Életem egyik legjobb döntésének tartom, amúgy. Engem mindig is érdekeltek az autók, de úgy különösebben soha nem mélyültem el benne jobban így ebben a témában. És egyfelől vonzott ez a része, másfelől meg tényleg egy gyakorlatilag a nulláról felépíteni valamit, az mindig nagyon izgalmas. Az X-faktorban annó az RTL-nél is ez volt az izgalmas, hogy amikor az RTL úgy döntött, hogy akkor megveszi az X-faktornak a jogát, és akkor odaadták nekünk, hogy na, akkor ezt magyarítsuk, és akkor találjuk ki. Az egy nagyon izgalmas folyamat volt, és valahol kicsiben, de valahol ugyanez volt itt is. És amikor a Vinyussal megállapodtunk, hogy akkor jó, én elkezdem ezt csinálni, akkor még ugye a TV2-n ment a Speedzone, de nagyon hamar beláttuk, hogy olyan keretek közé szab, vagy olyan keretek közé rak be minket, amik túl szűkek ahhoz, Mik ezek a keretek?
ne beszélj csúnyán, nem takarítja. Ez már kiofolta. Figyelj, a Pistával, ugye Vályi István, aki az egyik műsorvezetője a Speedzone-nak, vagy akkoriban az egyetlen műsorvezetője volt a műsornak, ő azért egy eléggé szabad szellemű, szabad szájú csávó, és ő akkor is működik jól, hogyha hagyod őt ebben a közegben létezni. És ez már nem működött, még mik voltak ilyenek, ami... Hát alapvetően tudod azt, hogy a TV2-nek a jogi osztálya nagyon félt a saját árnyékától is, ezért a rendszámon, tehát az, hogy a rendszámot ki kell takarni, oké, de az, hogy a rendszámtartó kereten a telefonszámot ki kell takarni, vagy bármilyen háttérben látszódó bárminek a bármiét ki kell takarni, ez egy olyan plusz terhet rót ránk, már a forgatástól kezdve, hogy már ez igazából az ember már nem a tartalomra koncentrált, hanem arra, hogy próbáljon egy olyan képet találni, amiben nem látszik a háttérben semmi, tudod? Tehát, hogy nem a lényeg volt fókuszban. És mégis így visszajött kísérteni a jogi karriernek elmulasztott útja. Igen, egyébként ezen sokat gondolkodtam, hogy egy ilyen médiajogi sulit elvégeztem volna, akkor azért most lehet, hogy könnyebb lenne bizonyos helyzetekben. De aztán döntöttetek, hogy oké, akkor irány YouTube. Igen, és akkor vettünk egy mély levegőt, azt mondtuk, hogy nekünk a TV nem kell, és akkor menjünk YouTube-ra. És a döntés, tehát hogy a jelenlegi helyzet talán igazolja a döntésünket, mert most egy 220 ezeres csatornával rendelkezünk, egy olyan erős közösséggel, ami nagyon kevesek mondhatják el magukról, hogy egy ilyen összetartó közösség áll mögöttük, és azt lehet mondani, hogy a Speedzone most elég jól hasít. Fejtsük meg, hogy mitől hasít ilyen jól. Ugye amikor 16-ban indult a Speedzone, 17-ben mentetek át YouTube-ra, és ezt mesélted nekem, hogy akkor már volt egy ilyen 10-20 ezer feliratkozótok, csak nyilván nem aktívan kezeltétek a csatornát. Tehát a Speedzone-nak egyrésztről volt ismertsége, voltak nevek, akik mondjuk az autó iránti szaklapokból vagy műsorokból ismertek. Az, hogy ti kvázi 4 év alatt eljutottatok 200 ezer, 220 ezer fölé. Akár szét is vehetjük, hogy mondjuk a kezdetekben, hogy teszteltétek, hogy mi megy, vagy amikor növekedés volt, de hogyha olyanok nézik ezt, akik szeretnének mondjuk akár bekerülni egy ilyen produkcióba, vagy a sajátjukat szeretnék elindítani, de falakba ütköznek, milyen tapasztalatok, ugye ez a lessons learned, miket tanultál meg a TV után, milyen kontraszt van, tehát bármi, ami ez alatt az úton egyrésztről tanácsként, meg saját magadnak is egy érdekes tapasztalás, hogy ideig eljutottatok. Az első és legfontosabb talán egyébként, hogy miért lett olyan sikeres a Speedzone, az, hogy azért, mert a Vinyus ennyire hit benne. Tehát a Vinyus egy olyan... Egy olyan ember volt, aki igazából szárnyalt folyamatosan, akinek, tehát hogy csak olyan gondolatai, ő nem tudott a mában létezni, ő folyamatosan a jövőt látta. És egy ilyen ember mellett dolgozni egy nagyon áldott állapot, hogy igazából nem földhöz ragadtan. Nekem az RTL-ben sokszor az volt a bajom, hogy egyébként sokan úgy gondolkodtak, hogy mit miért nem lehet megvalósítani. A Vinyus és nem mellett, az, hogy miért, igen. Igen, és a Vinyus mellett meg ez soha nem volt ott csak az volt, hogy jó, hogyan csináljuk ezt meg. És alapvetően az, hogy a Speedzone idáig eljutott, az ténylegesen annak köszönhető, hogy a Vinyus ennyire hitt ebben az egészben. Mindazonáltal meg ugye ő tévés szakember volt ő is, tehát ő rendezőként dolgozott nagyon sokáig a szakmában. És mi ketten így a tévézésnek bizonyos hasznos oldalait hoztuk át, és ültettük át az internet világába. Tehát a támogatói kör, amitől mondjuk egy tévéműsor működik, mi ugyanezt a támogatói rendszert ültettük át csak online-ra. Tehát gyakorlatilag felépítésében nagyon sokban hasonlít a Speedzone egy televíziós műsornak a felépítéséhez. Tehát, hogy ez egy fontos, uh-huh. fontos része, hogy mi tévés szakemberekként csinálunk online tartalmat, de pont ezáltal egyébként a Vinyussal pont nem olyan régen még arról beszéltünk, hogy mennyire durva, hogy tanultál 10x évig valamit, és aztán ahhoz, hogy valami mást sikeresen tudjál csinálni, ahhoz annak a nagyon nagy százalékát el kell tudnod felejteni, és újra meg kell tanulnod máshogy szerkeszteni, máshogy felvenni,
máshogy gondolkozni időkorlátokban, vagy bármi másban. Tehát, hogy ez mik egy... ezek, amiket el kellett dobni, vagy máshogy szerkeszteni, gondolkozni? Mik ezek? Alapvetően, hogyha ez nagyon sokrétű, tehát hogy a szerkesztéstől kezdve már a felvétel módján át nagyon sok minden más. De ugye például egy ilyen nagyon szembetűnő, tehát hogy a YouTube-ra nem feltétlen kell olyan profi képi világot megalkotnod, mint ami mondjuk a televízióban van. Tehát az, hogyha mondjuk egy operatőr belátszik, vagy hogyha nincsen jól megvilágítva egy adott alany, vagy hogyha mondjuk telefonnal forgatsz, mert csak az volt nálad, ez a YouTube-nál belefér, mert a mi tapasztalatunk az az, hogy a Speedzone-t elsősorban nem azért szeretik, mert hogy nagyon szép lassított képeket csinálunk autókról, hanem azért, mert van tartalom, van történet. Tartalom, meg egy karaktere. Vannak karakterek, igen, tehát hogy íze, szaga van, és az emberek úgy érzik, hogy ők is része ennek a társaságnak, és ez a legfontosabb talán, amit mi próbáltunk ezzel az egész Speedzone-nal megvalósítani, hogy az, aki nézi, az úgy érezze, hogy egy közénk tartozik ugyanúgy. A közönség, mondtad, hogy nagyon-nagyon jó a közönségetek. Az elején, amikor volt valahogy 10-20 ezer, abból mondjuk, hogy tényleg éreztétek, hogy növekedés van, illetve van egy erős alapja a közönségnek. Hogy értétek el a közönséget, hogy milyen tanácsod van erre, hogy találják meg, és hogy legyen elérése egy csatornának? Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, ugye a nézőinknek egy része, vagy az embereknek egy része azt gondolja, hogyha mondjuk van egy 40 perces autóteszt, akkor az 40 perc volt előállítani, hiszen 40 percig néztem a videót, nyilván annyi volt fölvenni. Ugye egyfelől ez már itt nem igaz, másfelől meg a munka az alapvetően nem áll meg ott, hogy te fölvetted, annak van egy utómunka része, és akkor, hogy miután felkerült a YouTube-ra, az igazi munka ott kezdődik. Tehát az, hogy te egyébként kiteszel valamit, hogy nekem ez a véleményem erről a dologról, azt megnézik emberek, akiknek lehet, hogy más véleményük van erről, és akkor ők oda kommentelik, hogy ők mit gondolnak róla. És akkor a munka ott kezdődik, hogy te dolgoztál 8-10 órát, hazamész, és akkor a fürdőkádban, az ágyban, a WC-n, a tök mindegy, hogy hol, előveszed a telefonod, elolvasod ezeket a kommenteket, és válaszolsz rá. Tehát, hogy és nálunk ez a Pistában egy ilyen elképesztő... Szóval zsigerileg ő nagyon tud kommunikálni az emberekkel, és a mi közönségünk az pont azért annyira támogató és annyira erős, meg tényleg annyira érezzük, hogy ott állnak mögöttünk, akár egy olyan helyzetben is, mint ami a Vinyussal történt, hogy az egyébként elképesztően megható volt, hogy mit váltott ki az emberekből. De hogy hozzánk oda lehet jönni, hogyha az utcán találkozunk, akkor nem az van, hogy jaj, ne haragudj, most sietek. Tehát, hogy mi mindenkivel megállunk és beszélgetünk, hogyha kérdeznek, válaszolunk, hogyha mi szervezünk közönségtalálkozókat, nyilván most a pandémia idején ez ugye egyel nehezebb, de hogy például figyelmet fordítunk arra, hogy minden héten legyen legalább egy élő műsorunk, ahol kérdeznek tőlünk, akkor mi válaszolunk élőben arra, amire ők kíváncsiak. Mellette rengeteg más tartalmat töltünk föl Facebookra, Instagramra, tehát hogy minden más felületen is megpróbálunk jelen lenni. Aktívan kapcsolódtok, tényleg abszolút. Együtt van a közösség. Igen, ez tehát hogyha online-ban gondolkozik az ember, akkor ez a kulcs. Mert néző nélkül, vagy egy összetartó közösség nélkül te csinálhatsz bármit. Nem lesz semmi. Szerintem ez volt a tökéletes zárszó. Bence, köszönöm szépen, hogy beszélgettünk. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Köszi, hogy megnézted a videót. Hogyha tetszett, akkor mindenféleképpen lájkold, illetve küldd el valakinek, akinek érdekes lehet az ilyen tartalom, vagy ez a beszélgetés, illetve csináltunk egy kollabot az Iponosokkal és a Speedzone-nal is. Teszteltünk egy M1-es MacBookot, ezeket a videókat pedig ide kártyába belinkelem. Mind nálam van egy teszt, illetve összehasonlítottuk PC kontra M1-es Mac, hogy működik mondjuk egy DaVinci-ben egy bizonyos kodek. Hogyha érdekelnek, akkor azt nézd meg. Ha most találkoztunk először, akkor kérlek iratkozz fel hozzám is. Feliratkozás gomb, csengő is, hogy ne maradj le a tartalmakról. Elég sok ilyen videó, hogyan videózunk, krimi bíról, háttéranyagok, hogy gyártottam, illetve ezekhez kapcsolódó mindenféle kütyüknek a tesztjével is jövök, valamint a vállalkozói életutamba is egy betekintést adok. Remélem még találkozunk. Szia! Sziasztok!